Szeretettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Zene, tánc, zene és még több zene. Erről fog szólni a mai weekend. Kezdjük a sort az új fehértói programokkal. Jó estét kívánok! Köszöntöm itt a stúdióba Gál Ferencné Editkét, aki a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, és Nagy Sándor polgármester urat. Hát úgy gondolom, hogy nem fognak unatkozni az új fehértóiak a következő hétvégéken, lesz program bőven. Kezdjük talán a közelebbivel, ami ugye most lesz holnap szombaton, ez pedig egy 11. országos gépészkovács találkozó. Ha valaki még soha nem hallott magáról erről a mesterségről, az hogy képzelje el, mi történik ilyenkor? Rengeteg gépész lepi el Újfehértót? Hát nem azt mondanám, hogy gépész elsősorban gépek. Régi 30-as években, korábbi években gyártott gépek, olyan egyedi gépek, amelyek gyakorlatilag egy-kettő, ha fellelhető az országban. Ezt a maga szervező, a rendezvény tulajdonos, illetve az ipartestület szervezi, az önkormányzat helyet ad ennek a rendezvénynek. Egyre nagyobb számban vesznek részt rajta, és természetesen a legnagyobb sláger az, amikor felvonulnak a városba, és körbejárva az utcákat megmutatják, hogy azért a 25-be, vagy 27-be, vagy 31-be gyártott Hoffert-traktortól kezdve a fixgőzgépekig mi az, ami még fellelhető az országban. És természetesen én mindig csodálom ezeket az embereket, hiszen ők egy fanatikusok. Hát ezeket csak ilyen megszállottan lehet mivelni, főleg akkor, hogyha mondjuk az ország távolabbi pontjáról kell ide szállítani egy-egy ilyen gépet. Egyébként tényleg milyen messziről érkeznek a résztvevők? Tavaly, azt tudom mondani, hogy tavaly már Erdélyből is voltak, tehát külföldről is voltak vendégeink. Most nem beszéltem még a napokban a rendezvény szervezővel, de várják, hogy ebben az évben is lesznek külföldről is vendégeink. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor például elsősorban, amikor ugye gyakorlatilag a város helyt ad egy különleges atmoszférájú rendezvénynek, azért a távolabbi cél mégiscsak az, hogy megszerettetni a települést, megmutatni az értékeket, megmutatni egy picit akár a hagyományokat, a történelmet, amennyiben nyitottak erre az érdeklődők. Mi a tapasztalat? Mennyire ismerik meg mondjuk egy-egy ilyen rendezvény kapcsán Újfehértót? Én úgy gondolom, hogy igen. Hiszen be tudjuk mutatni ilyenkor az értékeinket, nyitva van a városi múzeum is, megtekinthetik az állandó, a kiállításainkat, sőt mi együttműködünk a Gépészkovács Fesztivállal, hiszen nálunk pénteken lesz a múzeumok éjszakája, és most a gyógynövények köré lesz a kiállítás szervezve, vetélkedővel, előadással és egy tűzzel. Hát egyébként az jutott eszembe, hogy most már jön egy kis lehűlés, úgyhogy lehet, hogy még az a tűz ott éjszaka még jóték, vagy este felé jótékony meleget is ad, meglátjuk. Ugye elég hektikus az időjárás. Azt még nem tudjuk, hogy milyen lesz ugye a következő hétvégén, amikor viszont a 4. Fürtös Fesztivál kerül megrendezésre. Mit lehet tudni már rögtön az elején egy kicsit tovább gondolva magáról az idei termésről, milyenek lesznek a meggyek a településen? Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a korábbi évhez képest körülbelül, ahogy legalábbis a gazdákkal én beszéltem, fele termés válható, és ami a nagyobb probléma, hogy nagyon nehezett, egy nagyon intenzív cseresznyelégy rajzás volt, és nagyon sok a kukacos termék. Tehát az árak egy picit jobbak, talán majdnem elfogadhatóak lennének, viszont mondom, a termés mennyiség az sajnos fele a korábbi időszaknak. Na hát akkor meg kell becsülni minden cseppjét majd annak a pálinkának, ami nyilvánvalóan az asztalra is kerül ugye ezen a bizonyos fesztiválon. Egy picit a programról meséljenek, mi mindenre számíthatnak azok, akik ellátogatnak ide. Általánosságban tehát egy egész napos programról beszélünk, illetve a városnak ez az egyik, mondhatni, hogy minden évben ez a legnagyobb rendezvénye, hiszen több ezres tömeget várunk, ez teljesen ingyenes az egész napos rendezvény, délelőtt elsősorban meg kora délután gyermekprogramok, egy főzőversennyel kiegészítve is délután jönnek a nagyobb nevek, a koncertek, előadások, amelyek elhangzanak,
Én amit szeretnék kiemelni, és majd a kolléganő szól még a részleteiről, az az, hogy a keleti gyepű íjászaival egy Árpád-kori udvar kerül felépítésre a múzeum udvarán egy jótával, és természetesen ők is fognak főzni. Tehát azt mondom, hogy 14 csapat fog főzni ezen a rendezvényen, természetesen elsősorban a meggyes ételekhez, meggyhez kapcsolódóan. Ők viszont egy köleskását fognak készíteni, háromféle hússal, és ezt a Kassai Lajos megkóstolta egy rendezvényen, és azt mondta, hogy ez a harcosok eledele, úgyhogy természetesen lesz kóstoltatás egész nap, és akkor a többiről Editke, hogyha... Igen, délelőtt ugye a gyerekeké a fő program, fellépnek a helyi óvodások, a Lengyel Laura óvodás, kicsinyei az újfehértói tengertáncvárosi néptánc együttes is megmutatkozik, sőt az újfehértói Kempó Sport Egyesület is bemutatja, hát gondolom, hogy őket nem kell a tévénézőinek bemutatni, hiszen már világbajnoki címmel is rendelkeznek. Délután is, a kora délután is nekik kedvezünk, hiszen az Aquamano Part fog nekik egy interaktív, egy zenés kis előadás, ahol a gyerekeket is bevonják játszani. A délután pedig már inkább a felnőtteké lesz, jön Mario, Desperado, Délheni, és az estfény csúcsa az pedig a Magna Cum Laude zenés koncertje. Később pedig a koncert után pedig DJ Kranyó várja még egy jó kis retro partival a szórakozni vágyókat. Ahogy polgármester úr mondta, a múzeum udvarban lesz ugye az Árpád-kori udvar, ahol ugye a jóta fel lesz állítva, és a jóta mellett még nem csak a keleti gyepősök mutatják meg magunkat, hanem egy magyar íjhegy készítő mesterember is be fogja mutatni. Lesz Mesterségek utcája, nagyon fontos, és nagyon tehát szeretnénk bemutatni a régi mesterségeket, nagy hangsúlyt fektetünk ezeknek a mesterségeknek a bemutatására, lesz kosárfonó, kovács, jön viseletkészítő, mézes kalácsos, szígyártó, és kit nem mondtam még, hát ékszerkészítő, nagyon sokan. Borzalmasan nagy a kínálat, úgyhogy már csak arra tudjuk buzdítani a nézőket, hogy mindezt élőben próbálják, és persze kóstolják meg a sok-sok finomságot. Természetesen lesz pálinka kóstolási lehetőség is, ez ki nem maradjon belőle. A finomság alatt én a pálinkára is gondoltam, polgármester úr, köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzá. Köszönjük szépen. Kedves nézők, a sok-sok meggyes finomság hallattán már csoroghat az ember nyála. Hát még hogyha látja is ezeket, nos hát akkor nézzük meg, hogy mi minden vár önökre a Fürtös Fesztiválon. Sikeres évet zárt a Primavera Balett Együttes, 2019-ben az Abigail Országos Minősítő Versenyen arany, ezüst és bronzérmeket is szereztek, valamint egy koreográfusi különdíjat is. Vendégünk a gyerekek balettmestere Feketéni Kun Ildikó. Szervusz Ildikó, jó estét kívánok! Szervusz drága Magd, jó estét kívánok! Hát fantasztikus év áll mögöttetek, rengeteg munka, olyan tempót diktálsz, amit hát gyakorlatilag úgy gondolom, hogy tényleg táncosnak kell lenni, hogy valaki bírja az íramot, és saját magadnak is, hiszen ugye nem csak a gyerekeknek kell megtanulniuk egy adott koreográfiát, bizony azok a koreográfiák mindig az adott színpadra, az adott gyerekekre készülnek. Most június 15-én egy nagyon szép balettesten vagytok túl, ez ugye a szokásos évadzáró balettest. Rengeteg nevet látok a meghívóban, hogy sikerült, mesélj egy picit. Nagyon izgalmas volt a felkészülés, mert a Pinocchio az végül is egy saját mesebalettem, mondhatnám azt, hogy egy nagy premier volt, hiszen a forgatókönyvet és a zenét is én szerkesztettem, és természetesen a koreográfiát.
bár megcsináltam majd 9 évvel ezelőtt, de akkor úgy éreztem, hogy zeneileg nem igazán tökéletes, úgyhogy átdolgoztam, és úgy érzem, hogy minden gyereknek megtaláltam a megfelelő szerepkört, a megfelelő zenét, a megfelelő jelmeztervet, úgyhogy nagyon szépen kialakult. Mondhatnám azt, hogy a két este csodálatosan sikerült, nagy tapsviharral, bravózással, ami nagyon jól esett, és a gyerekek is nagyon boldogok voltak. Hát gyönyörű volt, nagyon büszke voltam a gyerekekre. Mikor van időd arra, hogy például zenéket szerkesz, vagy válogass? Mert ugye ez nem csak annyi, hogy van egy általad megfelelőnek ítélt zene, az mondjuk lehet, hogy 3 perc, 40 másodperc adott esetben, csak 1 perc 20-ra van szükség, azt meg kell vágni. Hogy történik tulajdonképpen ez a fajta háttérmunka? Talán ez volt a legnehezebb a zenei szerkesztés, amivel nagyon-nagyon megdolgoztam, az a Tücsök zenéje volt, aki ugye Rosszulta téríti a Pinokiót. Végül is egy Verdi zenét találtam meg, a Kaméliás hölgyből egy közjátékot, tökéletesen fette a Tücsök szerepkörét és hangulatát és technikát, amit adni kellett a lábára. Hát bizony azt hetekig kerestem. Nos, hát végül is talán a lényeget, a kész művet látják a legtöbben, és ugye azt a sok-sok munkát, ami ezzel jár, a sok verejték cseppet a gyerekek homlokán, azt leginkább csak te látod, úgyhogy a néző mindig a kész művel elégedett. Ahogy itt a felkonferálásban mondtam, nagyon szép évet zártatok, hiszen versenyeken is indultak. Ez általában fontos egy együttes életében, hogy megmutassa magát évről évre, és ne csak egy-egy ilyen nagy jubileumon álljon színpadra? Nagyon sokáig minden évben mentünk, aztán egyszer csak belefáradtam, és úgy éreztem, hogy sok a munkám mellett, és most úgy éreztem, hogy a csoport is van olyan technikailag, hogy büszkén kiálljak velük, hiszen kiemelt aranyérmet is nyertünk, ami nagyon nagy dolog volt, és amire nagyon-nagyon büszke voltam, az Egri kis virágra. De hát végül is az összes növendékemnek az a lényeg, hogy fejlődik a tanév alatt, tehát itt nem csak a Primaveráról, hanem a Kumbalett iskoláról is beszélhetünk, hiszen a Pinokióban a Kumbalett iskolások vannak, és voltak többen. A Primavera természetesen belépett bizonyos szerepkörökbe, de hát a többieket azt a Kumbalett iskola növendékei, a kicsik, az egészen kicsik, a kis miniatúrák is alkották. Ez ugye most gyakorlatilag egy vegyes korosztályt látunk a színpadon, igen, akik hétről hétre készülnek, ugye járnak balettórákra. Hát olyannyira az életük részévé vált a balett, hogy még a nyári szünetet sem bírták ki anélkül, hiszen ha jól tudom, akkor egy ilyen nyári táboron vagytok túl? Vagy ez tulajdonképpen egy ilyen lecsengetés az évnek? Ez úgy alakult, hogy legalább több évtized, de nem is tudom hány évtizedet csinálom a tánctábort, hogy megvolt a balettiska, és akkor jöttek ott, hogy Ildikó néni, és már vége van? Hát még úgy táncolhatnak, mondom, gyerekek, semmi akadálya, csináljunk egy tánctábort. És ez egy nagy hagyomány, tényleg több évtizede csinálom, és furcsa módon a gyerekek is, én úgy érzem, hogy talán a balettvizsga miatt egy kicsit föl vannak spanolva, és én is természetesen, és ezért tudunk rettenetesen dolgozni. Tulajdonképpen reggel 9-től, ugye ebédszünet, 10 óra uzsonaszünet, reggel 9-től délután 4-ig dolgozunk. Akkor ez talán a legtermékenyebb időszak gyakorlatilag a kész táncok szempontjából. Igen, végül is 21, most az idén 21 táncot koreografáltam az 5 nap alatt, amit a 6. napon be is mutattunk színpadon jelmezbe, és tényleg nagyon nagy siker volt. A tánc minden ágát ölelte ez a sok koreográfia, karakter, modern, jazz, musical, klasszikus, természetes, hát magától értetődik. Úgyhogy egy nagyon szép, mondhatnám, egy nagyon szép kis bemutatót tartottunk még pluszként, ráadásként, de utána láttam a gyerekeken, hogy igen, most már kiengedtek egy kicsit, és elfáradtak velem együtt. Hát azt szerettem volna mondani, hogyha ez nem 5, hanem 6 nap lett volna, akkor ugye a teremtéshez hasonlíthatnánk, hogy akkor végül is a 7. napon már megpihenhettek. Hát kívánok nagyon tartalmas, szép nyarat minden táncos lábú balerinának, és természetesen az ő kedves koreográfusának, Ildikó, neked is, és nagyon jó egészséget a legfrissebb kis balerinához, az unokádhoz, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzá. Én is nagyon köszönöm.
Kedves nézők, balett után egy másfajta bulival, sőt, bulikkal megyünk tovább, méghozzá a Sóstói strand területén. Július 13-án ismét falunap Kocsordon. Egész nap falusi játszóház, nép és ügyességi játékok várják a kicsiket, retro és veterán automotor kiállítás pedig a nagyokat. Lesz erőemelők bemutatója, és bárki megkóstolhatja hagyományos falusi ételeket és italokat. A fellépők listáját pedig olyan nevek színesítik, mint Gangsta Zoli és a Kártel, Nótár Méri vagy Gáspár Laci. Július 13. Szatmári és Kocsordi emberek találkozója, ahová mindenkit szeretettel várnak. Ismét motorbőgéstől lesz hangos és gumiégetéstől szagos a Mária Pócsi Rabócsi Ring július 14-én. Ekkor rendezik meg a Szabolcsi Tuning találkozót és retromobil kiállítást, ahol mindenkinek ott a helye, aki szereti a gyorsulást és a ladákat. Debreceni bor és jazz napok augusztus 1-től 4-ig. Gastro Jazz Jambori a Békástó partján a legszebb magyar borok és jazz muzsika jegyében. 80 hazai borászat, 200 jazz muzsikus, 40 koncert, 5 programhelyszín és kézműves vásár várja az érdeklődőket. Zene Sóstón, Sóstó Noise, Sörfesztivál, csak néhány rendezvény, ami nyáron Sóstóra csábít mindenkit. Az idei felhozatát pedig Podlovics Lajos segít nekem összeszedni. Jó estét, szia! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! Hát de elsősorban azért mégiscsak ugye a strand, meg a tófürdő az, ami hát gyakorlatilag egy örök szerelem, nem csak a nyíregyháziaknak, hanem szinte mindenkinek, aki ide látogat. És ráadásul csodálatos időnk van. Májusban azért még egy kicsit szerintem aggódtunk, hogy lesz-e nyár, de megérkezett, és ezerrel élvezhetjük a strandolást. Nemrégiben megnyílt, vagy megújult a tófürdő. Milyen volt a fogadtatása? Hát hála Istennek nagyszerű. Az idő is nagyon jó volt. Azt a kitűzött ütemtervet tudtuk tartani, amit felállítottunk magunk elé, és amit úgy publikáltunk is, hogy várhatóan június 15-én fogunk tudni megnyitni, és valóban hála Istennek meg is tudtunk nyitni, úgyhogy minden előkészületet sikerült elvégezni. Nyilván mindig azt szoktam mondani, hogy olyan, hogy 100%-os nyitás nincs. Ez olyan, mint amikor az ember új lakásba költözik, már benne lakunk, de még utána még egy-két dolgot megcsinálunk. Kiderül, hogy valami van. Igen, de azért egy ilyen 99,5%-ban rendben volt, hála Istennek minden, és mindenki tényleg teljes mélszélességgel tudta birtokba venni a tófürdőt. De egy izgalmas munka volt, mert ugye a tél is ott volt, ami ugye hát nem kifejezetten az építkezés időszaka, aztán a májusban, ahogy említetted, végig esett az eső. Ebből gondoltuk, hogy jó lesz a nyár egyébként, mert örökké nem eshet az eső, és hála Istennek sikerült megőriznünk azt a fajta báját a tófürdőnek, ami egyébként a jellemző volt rá, ugye ez a természetes tófürdő és a természetes környezet, amiben az ember nem nagyon avatkozik be, de hát azért mégiscsak 2019-et írunk, és már muszáj volt azért beavatkozni. És mik voltak, aki esetleg még nem volt kint, bocsánat, mi volt az, ami a legégetőbb probléma volt, vagy amit mondjuk, hogyha most hosszú idő után mondjuk a hétvégén kimegy, akkor biztos, hogy szembeötlő lesz. Minden szembeötlő lesz, mert minden eleme megújult a tófürdőnek, és mégis minden ugyanaz. Tehát ez egy nagy-nagy modernizáció volt a tófürdő életében. A bejárati épületek megmaradtak, ugye hát ezek műemlék jellegű épületek, közel 100 évesek, de a belső kialakítása, az öltözők, az zuhanyzók, a vendégeket fogadó terek, minden kicsit okosabban lett megoldva, sőt nem is kicsit, hanem jóval egy régi labirintus sikerült egy teljesen átlátható rendszeré átdolgoznunk. Az öltöző egy teljesen kulturált 21. századi történet lett, ahogy bejövünk, rózsalugas fogadja az embert, ami majd, ha megnő, akkor nyilván gyönyörű lesz. Teljesen új a zöld felületünk, ahol régen gizgaz volt és por és ilyenek, ott most modern térkő van, a régi csúszda eltűnt, két új csúszdánk van helyette, visszaállítottuk a régi nagy 50 négyzetméteres klasszikus téget, amire még mindenki emlékszik így a gyerekkorából. A vendéglátóterek új megjelenést kaptak, legalábbis a fogyasztóterek új megjelenést kaptak. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan
egy olyan modernizáció, hogy mondtam, ment végbe, ami jó volt, és tök jó volt, hogy beszélgettünk a törzsvendégekkel már, amikor a tervek készültek, hogy ők hogy látják, hiszen ők, akik naponta ott fürdőznek, és az ő igényeiknek is próbáltunk megfelelni, és nagyon sok használható és nagyon sok okos dolgot mondtak, amit beépítettünk a projektbe, hiszen hát ez mégiscsak az embereknek épül, hát ez a fürdő. Na mesélj egy picit arról, hogy még milyen terveitek vannak a nyára, illetve milyen programokkal készültek, milyen különlegességek lesznek mondjuk a nem a tófürdőn, hanem itt kifejezetten most már a strandra gondolok. Hát a strandon önmagában az Aquarius élmény és parfürdőbe, ott a szokásos programjaink azok mennek, ami ugye azt jelenti, hogy naponta akvatorna, zumba, bábszínház vasárnaponként, éjszakai fürdőzés elkezdődött minden szerdán és pénteken este 9 órától a termál részlegen megy az éjszakai fürdőzés, az elmúlt héten nyitottunk, meglepően jó vendégszáma, tehát már várták ezt is a kedves vendégek. Illetőleg hát ugye ezek egészülnek ki, mert ahogy beszélgettük, hogy sóstó programok nélkül nincsen meg, önmagában sóstó program, de azért kell, hogy este miután bezár a fürdő. A igen, akkor szóljon a zene, itt van ez a zene sóstón című rendezvénysorozat, aminek én nagyon örülök. Tehát ez egy annyira bűbájos kezdeményezés, és megfogja az embereket, a járókelőket. Ez olyan, mint amikor látunk egy csomó ilyen nyugati filmet, hogy valahol valaki leül egy szálgitára, és egyszer csak egy csomó ember körülötte van. Ez ugyanígy működik Sóstón, és valaki kiáll, vagy néhányan kiállnak hangszerekkel, akusztikus módon zenélnek, és az emberek megállnak. És igen, nyár van, mindenki szeret egy jó fagyit elnyalni, közben meginni egy üdítőt, és akkor zenét hallgatni egy gyönyörű erdei környezetben, ami Sóstóra jellemző. Tehát ez megvan. A programunk ugye Sóstófest az most pénteken este kín új helyen, nem a tófürdőn, hanem a régi Sóstó katlanban, ami ugye a Hotel Sóstó területén található. Aztán utána következik majd július 13-án a Sárkányhajó Fesztivál Sóstón, oda még lehet jelentkezni, honlapunkon az információk elérhetők. Július 20-án Sóstói Bogrács verseny, oda is lehet még jelentkezni, bár oda már előzetes regisztrációk alapján már minden hely el kell gyakorlatilag. Ezt követi majd a Sörfesztivál augusztus 9-én és 10-én, úgyhogy én azt gondolom, hogy van program bőven. Hála Istennek azt látjuk, hogy egyre több nagy cég hozza ki a családi rendezvényeit az élmény és parfürdőbe hozzánk. Már majd minden hétvégére van egy cég, aki jön és azt mondja, hogy ő itt szeretné ezt a csapatépítő tréninget megrendezni, amit minden évben megrendez, mert jó kultúrát, szép környezetben, és az emberek örülnek és szeretik Sóstót. Hát meg hát imádnak fürdeni, meg egy ilyen melegben végül is az kell, hogy az ember egy kicsit hűsölhessen, és itt minden lehetőség adva van, és nagyon szépen köszönjük, hát felcsigáztál a tófürdő tekintetében mindenképpen, én még nem láttam, szerintem sok néző úgy van vele, hogy most már lassan ideje egy hétvégét kint tölteni Sóstón, és természetesen a kulturális programok is remek lesznek, úgyhogy kellemes hétvégét kívánunk neked is hozzá. Köszönjük szépen, várunk mindenkit. Kedves nézők, és ha már Sóstó, akkor érdemes kiemelni a Szabolcsi Koncert Fúvó Zenekar nagy koncertjét, velük folytatjuk. A Szamos Fest új köntösbe bújt, július 6-án időutazhatunk egy legendás korszakba, ugyanis Rockabilly Fesztivál lesz Cégény Dányádon. Oldtimer show egész nap az autós moziban a Csini Babát vetítik, este 9 órától a Nyughatatlan zenél, 10 órától pedig retro buli a Pajtában kifulladásig. Különleges zenei kínálat, kultúra, sport, porta és gyermekprogramok szakmári ételekkel. Igen, augusztus 1-től ismét Panyola Fest. Csángáló koncert, lekvárfőzés, pálinka verseny, csúzlizda, tompos kártya és párnogresz koncert, táncháza bürközzenekarra és számos izgalmas program várja augusztus 1-én és 2-án a határ közelébe érkezőket. Ismét nemzetközi lakodalmas és hagyományőrző fesztivál Ajakon, immáron 11. alkalommal. Minden évben több ezren kíváncsiak a helyi értékekre és ízekre. A hagyományok mellett azonban már a fiatalokat vonzó koncertek sora is várja a Kisvárda mellé érkezőket. Idén az Ocsó Macsó, a Margaret Island és a Honeybees koncertje színesíti a kétnapos fesztivált. Az 5. Sóstó Fúvós Festre készül a Nivo Dia Szabolcsi Koncert Fúvós Zenekar. A részleteket az együttes vezetője Schuster Csaba fogja elmondani, és Papp Barbara, aki pedig ugye a Mazsoret Botok szenzációs mestere, mondhatom ezt. Hát nagyon gondolom, hogy nagyon lázasan készültek ebbe a nagy hőségbe.
Mit kell tudni erről a programról pontosan? Kik lépnek föl, és egyáltalán hogyan készültök most erre a koncertre? Hát úgy készülünk, hogy törölközőt vigyünk, mert ugye iszonyatosan meleg lesz, gondolom. Ha már este fél hétkor lesz a koncert és szabadtéren, hát bízunk benne, azért kellemes körülmények között tudunk majd játszani. De ez most Isten igazából a együttes saját koncertje lesz, ugye már szinte egy tiszteletbeli tagunkkal, itt a Csernák Tibivel együtt, aki most nem szintetizátorozni fog, nem zongorázni fog, hanem énekelni fog velünk csak egy számot. De hát az legyen majd ott meglepetés, akit érdekel, hogy jön ki, hallgassa, mert egyrészt Tibit megír hallgatni, mert nagyon szépen énekel, másrészt viszont az zenekar egy nagyon szép számot fog játszani, egy nagyon-nagyon közismert számról van szó egyébként, ami most iszonyatosan nagy sikernek örvend határon innen is túl. Ugye gyakorlatilag ti szinte minden stílusban játszottatok, már lehet azt mondani, de valahogy a nyár az, gondolom, hogy a könnyedebb stílus vagy hangvétel felé inspirálta magát a zenekart. Milyen, hát most stílusosan azt mondom, hogy mekkora lélegzetvételű lesz a koncert, de hát a sok fúvósra gondolva gondolom, hogy jó sok levegőre lesz szükség, de mégis mekkora koncertet terveztek? Hát ez egy órás koncert lesz egyébként, és a fő stílus egyébként, a fő irányzat az a latin zene lesz természetesen. Egy könnyed, szórakoztató zene, mert ide az illik, úgy gondoljuk, és most ennek van az ideje, tényleg ugye, és most már ötödik alkalommal csináljuk, és próbálunk kicsit megújulni mindig, és most a Bakó Levente barátunkkal úgy döntöttünk, hogy az együttes most ezt a közkedvet műfajt fogja játszani. Egyébként nagyon érdekes, hogy mi magunk is nagyon szeretjük ezt játszani, tehát nekünk is egy... Szeretünk mi klasszikust is játszani, nagyon mindenféle szeretünk is játszani, de most nagyon szeretjük a latint. Meg szerintem a nyár az valahogy tényleg ez a buja nyári éjszakán, hát mi más lehetne játszani, mint ilyen klassz zenéket. Hogy érzitek ti, mazsorettesek? Ugye hát gyakorlatilag nekünk nézőknek elképzelhetetlen szinte a fúvós zenekar mazsorettes fellépők nélkül, úgyhogy ti olyanok vagytok már, mint a Siam ékrek, ugye össze vagytok nőve a zenekarral. Mit jelent a ti szempontokból ez a koncert, mekkora kihívás, milyen felkészülést igényel? Ugye mivel most nagyon sok lány jelentkezett és feljöttek az alsóbb csoportokból, ezért két részre lettünk szedve, és mind a két csoport nagyszerű számokkal fog fellépni. Úgy tudom, hogy öt számot fog előadni az egyik is, és a másik csoport is. Persze mi is lázasan készülünk erre a fellépésre, mert azért ez egy megtisztelő dolog, hogy mi is felléphetünk a zenekarnak a nyári koncertjén. Hát igazából Sóstón lesz majd oda, majd lehet még előtte is fogunk rá készülni azon a napon, bár azt még nem tudom. Mennyire népszerű mostanában a mazsoretta lányok körében? Hát szerintem elég népszerű, mert hozzánk is azért sokan jelentkeznek. Ugye már az alsó csoportokból is jönnek fel, mert hogy ott is már olyan kort elértek a lányok, meg ugye aki már magasabb, annak már nem tud ott lent lenni, és ezért őket muszáj is. Igen. Te magad igen. Miért jelentkeztél? Vissza tudsz emlékezni, hogy mi vonzott a mazsorettségben? Ugye nekem anyukám mutatta meg egyszer, amikor elmentünk az egyik ilyen fellépésre, és én már 6 éves korom óta ott vagyok. Tehát akkor most már nem kérdezem meg, mert lányoktól nem szabad megkérdezni, és mik a terveid? Meddig forgatod a mazsorett botot? Hát ameddig ki nem öregszem. Az mikor van szerinted? Hát olyan 23-24 év körül. Aha, tehát akkor már öregnek számít, ez bár most nem sokára a mozikban lesz ez a Pompon nagyik című film, úgyhogy elképzelhető, hogy ennek analógiájára egy ilyen mazsorettes nagyit is lehet akár elképzelni. Hát sok sikert kívánunk, Csaba, hát akkor verbúváljuk a nézőket, mert egy ilyen fantasztikus estét, azt muszáj szerintem sok-sok lelkes tapsoló nézővel megtölteni. Mikor lesz pontosan és hová menjenek? Pénteken este lesz, jövő héten. 5-én a Krúzi teraszon lesz, Sóston, 18:30-tól, várunk mindenkit, és azért ezt a Pompon nagyikat, amit említettél, tőlünk lopták az ötletet, hiszen a Deja Vu csoport a 40-50 éves mazsorettekből áll. Na, hát akkor a jogdíjakat majd valahogy bevasaljuk. Köszönjük, hogy eljöttetek. Kedves nézők, mi pedig mindjárt folytatjuk a Weekendet, többek között a Last Festtel és Miklós Erikával, maradjanak velünk.